Hölgyeim és uraim, tiszteletem! Sóvári Péter vagyok, a valaha élt második legnagyobb színész. És hogy miért második? Szerénységből. Azt gondoltad volna, hogy az előadásban olyan szökőkutat terveztünk, ami a két felvonás alatt csobog, 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 de a szünetben hirtelen megnőtt a mosdó előtt várakozók száma. Nekünk színészeknek nincs könnyű dolgunk. Például egy ilyen meredek lépcsőn kell lejönnünk. Sőt, ami számomra igazán fantasztikus, hogy Fehér Annának, Kocsis Juditnak, Horváth Csengének és a tánckar női tagjainak ez magas sarkúban is flottul sikerül. Ismerd meg előadásunk titkát. Gondoltad volna, hogy Barabás Pál Harmadszor csengettek című kisregényéből készült Latabár Kálmán szereplésével a nagy sikerű film, melynek cselekményét, történetét a mi előadásunk is követi. Gondoltad volna, hogy a rendező Bodrogi Gyula szerint hasonlítok Latabár Kálmára? Na most, itt van ez a gróf Borsai Ubul, aki az én Ibolyámtól egy nagyon szép és nagyon rövid kalandot akar. Szépet és rövidet. Miközben én halálosan szerelmes vagyok. Fedezd fel az előadásunk legizgalmasabb pillanatát, amikor kevesebb, mint egy perce már rendelkezésre, hogy átalakuljak Dulcineává. Éld át velünk az élményt, ahol a varázslatot, a tánckar és az élőzene alkotja. Sok szeretettel várunk az Egy szoknya, egy nadrág című előadásunkra a József Attila Színházba, ahol sok híres, fényes Szabolcs dal csendül fel.